Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, két részből áll. És itt is állt, meg ott is állt az idő folyó partján, és ő nem írta soha a nagy világ sorsát. Hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet kicsik és híres nagyok. Ott jártunkkor készültek a legújabb Mak Károly retrospektív kiállításra a Paksi Képtárban, ahol egyébként is mozgalmas a szeptember. A tanév indulásával megkezdődnek a múzeumpedagógiai foglalkozások, ami azt is jelenti, hogy havonta mintegy 900 gyermek számára tartanak rendszeres foglalkozást, és ez még kiegészül az időszakosan bejelentkező diákcsoportokkal. Így Göttinger Eszter az óvodásoktól a középiskolásokig találkozik munkája során fiatalokkal. A múzeumpedagógusnak mindig van az első találkozás után kb. 4-5 perce, hogy felmérje a csoportot, ki hogyan kelt, ki érdeklődik, ki az, aki kevésbé, hogyan lehet megmozgatni őket. Nem tudom azt mondani, hogy könnyebb az óvodásokkal, vagy nehezebb a középiskolásokkal, hiszen egy óvodásnak is lehet rossz napja, ugyanúgy, hogy nekem is lehet rossz napom, hogy nem úgy tudok ráhangolódni a csoportra, de mindig meg lehet találni azokat a kapcsolódási pontokat, vagy azokat a trükköket, amivel meg lehet mozgatni, be lehet vonni a kisebb és nagyobb gyerekeket, diákokat egyaránt. Középiskolásokat már amiatt nehezen megmozgatni, mert nekik van egy elképzelt képük, van egy előzetes tudásuk, amihez szükséges kapcsolódni, nem lehet megkerülni, de ezeket fel kell mérni. És sokszor az idő kevés arra, például egy fél órás tárlatvezetés, vagy egy 45 perces óra ehhez kevés lehet. Viszont nagyon kellemes tapasztalat, hogy sokan vissza is jönnek egy-egy tárlatvezetés, vagy egy-egy foglalkozás kapcsán, hogy újra megnézzék, önmaguk fedezzék fel a kiállítást, és azokat, amiket mi megbeszéltünk, vagy felmerő téma a tárlatvezetés során, azokhoz kapcsolódjanak. Hinnék, hogy a legkülönfélébb készségek fejlesztéséhez, legyen szó akár a nyelvről, akár a matematikáról, hozzájárulhat a művészeti nevelés. Ugye nekünk a kiállításainkhoz kell kapcsolódni, de egy tágabb körbe vonhatjuk be a tudástartalmakat. Nem kell tanrendet követnünk, mint a pedagógusoknak, például nincs annyira megkötve a múzeum pedagógus keze. Én pedagógiát végeztem, úgyhogy tudom, hogy milyen a közoktatási oldala a történetnek. Ezért mondom, hogy a múzeum pedagógusok egy kiváltságos helyzetben vannak ebben a szakmában, hiszen nagyon nagy szabadságuk van. Különösen igaz ez itt a Paksi Képtárban. Itt nagyon nagy önállósággal lehet megvalósítani ezeket a múzeumpedagógiai programokat, és ott pedig már a folyamatos kutatás, az új trendeknek a vizsgálata, egy ilyen folyamatos önképzés során lehet eljutni addig, hogy megtaláljuk ezeket azokat az ismereteket, azokat a kapcsolódási pontokat, amikkel ezeket a kulcskompetenciákat, nem csak az anyanyelvi vagy idegennyelvi kompetenciákat, hanem akár természettudományos vagy matematikai kompetenciákat beépítsük. Eszter mindig is pedagógiai pályára készült, ám egy egészen eltérő pályára. Hét próbázott, számos sportágat művelt, és testnevelő tanárként képzelte a jövőt. El sem képzeltem, hogy én művészettel fogok foglalkozni. Én laikus és műkedvelő szintjén közelítettem ezekhez a témákhoz. Valóban testnevelő tanárnak készültem. Egészen az egyetemi felvételig, érettségi előtt jött viszont sajnos egy olyan sérülés, ami megpecsételte ott abban a pillanatban a sorsomat. Ami azért hideg zuhanyként ért, hiszen 10-12 év munkája ment ott egy pillanat alatt tönkre, de azt én tudtam magamról, hogy a tanítás, illetve valami módon a gyerekekkel való foglalkozás az végig fogja kísérni az életemet, ezért is jelentkeztem a pedagógia, illetve művelődés szervező szakra az ELTE-n, és onnan pedig én szeretem mondani, hogy véletlenek és találkozások sora vezetett el ide Paksra, hiszen ha nem kapcsolódtam volna be ott egy kutatásba, akkor nem találkoztam volna Sinkó Istvánnal,
ha nem találkozok Sinkó Istvánnal, akkor ő nem kérdezte volna meg, hogy lenne kedvem az elméletről a gyakorlatra átnyergelni ide Pakson. És ha nem mondtam volna igent erre a felkérésre, akkor nem lennék itt már lassan 5. éve. Ami a kívülálló számára érdekes, hogy tőzsgyökeres érdiként nem a fővárost célozta meg, hanem egy vidéki kisvárost, Paksot. Furcsa, mindenki úgy gondolja, hogy Pest, ha valaki Pest vonzásában belekerül, onnan nem szeretne elszakadni. Én az egyetem miatt kerültem be Pestre, addig Érden laktam, Érd is azért 60-70 ezer fős város, a nyüzsgés az van, élet van, mindig rengeteg program, látnivaló nyüzsgés van a városban. Mégis én bármikor, hogyha nyaralni mentünk, vagy a családdal elmentünk kirándulni, ebben nem mindig az erősödött meg, hogy vidékre el. Mert az nem lehet állapot, hogy vidékről mindenki Pestre megy. Szóval ez felfoghatatlan. Vidéken is rengeteg érték van, rengeteg jó kezdeményezés van, nagyon jó kapcsolatok tudnak kialakulni, hiszen azért egy 2 milliós nagyvárost összehasonlítani egy 20 000-es településsel, azért megvannak az előnyei, legkevésbé a hátrányait tudnám felsorolni. Szóval ez engem mindig vonzott a kisebb település, egy személyesebb, egy barátságosabb, mint sem egy nagyvárosi nyüzsgő életmód. Korábban más, úgy alakult volna az életem, hogy másképp, más helyszínre megyek el, de aztán megint a véletleneket tudom hozni, hogy nem egy olyan döntést hoztam, amilyet, hanem itt találtam meg a páromat is, itt találtam meg a munkámat is, a hivatásomat, mert azért ez a képtár, illetve maga a múzeumpedagógia, ez több, mint munka, ez tényleg hivatás is, itt el kell köteleződni a szakmának. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy otthon legyek ebben a városban. Eszter otthonra lelt, és azon is dolgozik, hogy az itt felnövő gyerekek értő szemmel figyeljék környezetüket. Több alkalommal találkozhattak vele a városháza előtti téren, ahol a gyerekek szakemberek útmutatásával gondolkodhattak például arról, hogy miképp alakítják az emberek a teret, és mitől érzik magukat jól vagy éppen rosszul benne. Arra jó, hogy ne csak a képtárhoz, ne egy intézményhez kössék a gyerekek azokat a jó tapasztalatokat vagy élményeket, és ne csak itt valósuljon meg, hogy eljönnek, elhozzák az oldásokat, a város buszai, elsétálnak a gyerekek az iskolákból, és tudják, hogy itt majd számíthatnak valamire, hanem igenis máshol is lehet művészettel találkozni, máshol is lehet fontos dolgokkal találkozni, mint ahogy ezt sokszor tapasztaljuk, és ne csak azok a gyerekek legyenek a részesei ezeknek az akcióknak, ezeknek az élményeknek, hanem akik elsétálnak, és látják a gyerekeknek az örömteli arcát, ahogy alkotnak, festenek egy képet, vagy éppen a zenében mélyülnek el. Azok is felkapják egy pillanatra a fejüket, és elgondolkodjanak, hogy itt rengeteg jó kezdeményezés van a városban. Csak sokszor elmegyünk mellette. Az itteni múzeumpedagógiai foglalkozásokon is látom, hogy akikkel már harmadik, negyedik éve foglalkozok, már beépül rengeteg minden, már sokszor önállóan, nekem nem is kell még a kérdésre feltennem, már tudják a választ, vagy bátrabban mernek hozzányúlni egy-egy látszatra idegennek tűnő alkotáshoz. És ez is a cél, hogy egy olyan generációt neveljünk ki, vagy még inkább segítsünk eligazodni ebben a világban, akik aztán bátran és aktívan használják a környezetüket, kutatják a művészeteket, a tudományokat ugyanúgy, és egy értő és érdeklődő fiatal generáció nőjön majd föl. Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, és itt is állt, meg ott is állt az idő folyó partján, és ő nem írta soha a nagy világ sorsát, hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet kicsik és híres nagyok.